Láttatok már ilyen szép 100 forintost? Mert én nem. Na mindegy, nem is ezért jelentkeztem most, hanem... Igen, megjött az F1 2013. Hurrá! Na. Hát, köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vett ebben. Nézzük is meg, hogy mit tartalmaz. Tehát nagyjából ilyen a borítókép. Szerintem lényegre törő is. Nem is vitték túlzásba. Hát. Itt láthatjátok lenni ilyen feliratokat. A 3-as korhatár. Illetve a fejlesztők, illetve hogy milyen tartalmaz a játék, úgymond. Megfordítjuk. Itt látható, hogy megtalálható természetesen a 2013-as szezon, a multiplayer és a klasszikus tartalom 80-as évekkel, nekem ugye nincsen Classic Edition egyelőre. Azt is látható, hogy Steam-es játék és illetve a korhatár ismét, illetve ott alul a vonal kód. Hát igen. Meg hogy milyen nyelvek a résznettel működik, mivel eredeti tudom is majd használni. Ott lent látszik a vonalkód, meg a korhatárszám. Na és akkor próbáljuk is kibontani ezt a csodát. Most én idehozok egy kést. Eléggé nagy lesz. És megpróbálom kibontani. Hát, eléggé könnyen lejön. Na, mindegy, megpróbálok visszajönni, amikor kibontottam. És itt is vagyunk, nem így. Így is itt is vagyunk. Tehát nézzük meg, mit is tartalmaz belül a játék. Szerintem a CD is úgy, ahogy elmegy. Lényegre törő, ahogy mondtam már. És szerintem... Mutatom, itt van a kézikönyv. Nem mondom a kézikönyv. Itt ezt majd el kéne olvasni, sőt biztos, hogy el kell olvasnom. Na. Hát akkor én most megmutatom azt a posztert, amit hozzákaptam ehhez. Nézzétek meg majd, hogy mekkora. Illetve először a vonal, illetve először a Steam kulcs, ami kell majd hozzá. Most nyugodtan mutogathatom, mert kikerül ez a videó már úgyis aktiválva ezt, és nem tudtok mit kezdeni vele. Na de akkor akkor mutassuk is meg ezt a nagy posztert, amit kaptam a játékhoz. Előbb kerestem, bocsánat. Jaj. És itt van, nem tudom mennyire látszódik. Hoppá, leesett a router. Na mindegy. Hát ennyi is lett volna. Találkozunk legközelebb a teljesítés telepítésnél. Pá!